A szovátai közösség egyik fontos éves eseményének számít az idősek és nyugdíjasok tiszteletére szervezett városi ünnepség, amelyet mindig nagy odafigyeléssel szervez meg a polgármesteri hivatal, figyelve a szépkorúak igényeire. Idén a megszokott helyszínen a fürdőváros egyik legnagyobb rendezvénytermébe várták az ünnepelteket, köztük azokat, akik idén ünneplik az 50., 55. és 60. házassági évfordulójukat. A színvonalas rendezvényt Garai Gábor egyik versének elszavolásával nyitották meg. Jó kedvet adj! Jó kedvet adj, és semmi mást, uram! A többivel megbirkózom magam. Akkor a többi nem is érdekel. Szerencse, balsors, kudarc vagy siker. Hadd mosolyogjak gondon és bajon. Nem kell más, csak ez az egy oltalom. Még magányom kiváltsága se kell. Sorsot cserélek bárhol, bárkivel, ha jó kedvemből, önként tehetem. S fölszabadít újra a fegyelem. Ha értelmét tudom és vállalom, s nem páncélzat, de szárny a szárnyamon. S hogy a holnap se legyen csupa gond, de kezdődő és folytatódó bolond kaland, mi egyszer véget ér ugyan, de ahhoz is csak jó kedvet adj, uram. Garai Gábor szavaival szeretettel köszöntöm Önöket a Szépkorúak ünnepségén. És elsőként, hogy a jó kedv megalapozott legyen, tekintsék meg a szovátai sirülők néptánccsoport előadását. Jó szórakozást kívánok! Mondhatjuk, hogy ez az ünnepség a városunk életében egy rendhagyó ünnepség. Ugyanaz a helyszín, hál' Istennek nagyjából ugyanaz a társaság, és a programokat is próbáljuk, amennyiben lehet az azelőtt való évhez hasonlóan színvonalassá tenni. Az előbbi táncos előadás az egy dolog, hogy büszkélkedünk velük, mert a miénk. De azért is volt a program elején, mert a tavaly önök részéről megfogalmazódott egy olyan igény, hogy szép ez az előadás, jó ez a műsor, jó ez a vacsora, de kellene, hogy önök táncolhassanak is. Úgyhogy az idén a zene is garantált lesz a tánchoz, és gondoltuk, hogy így az elejének is ízelítőt, és nagy örömömre szolgál, hogy láttam, hogy nagyon figyelték, főként az urak a legényest láttam, hogy azt nagyon-nagyon megfigyelték. Úgyhogy a mai este lehetőség lesz mindenre, úgyhogy nyitott lesz a tánc. Többször elmondtam ebben a teremben önöknek, hogy meggyőződésem, hogy a világon a legstabilabb biztosítás, ha lehet mondani így, rendszer, az a székelységben három generáció egy udvaron. Nem szeretném ismételni magam, de az, hogy ma, ezen a rendezvényen mindenki, aki fellép, és mindenki, aki az önök szórakoztatását vállalja, az úgymond a miénk, mind szovátai, mind a mi partnereink. És itt köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, aki ebben támogat minket,
hogy meg tudjunk szervezni egy ilyen rendezvényt. Úgy a támogatóknak, úgy az oktatóknak, úgy a társainknak, akik különböző szolgáltatásokat nyújtanak, úgy akik finanszírozásban segítenek, úgy akik csak tanácsadásban segítenek, vagy akik egész egyszerűen csak ma jelen vannak, hogy mind-mind helyi szovátai. Mintha egy udvaron lenne három generáció. Mondhatjuk, ebbe a teremben van három generáció, és mindenki, minden generáció másikat támogatja. Az idősebbek a fiatalokat, a fiatalokat a középkorosztály, de ugyanaz azáltal, hogy mindenkinek örömet nyújtunk, mindnyájunk számára, ez lehet mondani, egy boldogság. Nagyon nagy hiányosság az, amikor az ember nem ismeri el az elődeinek a munkáját, nem ismeri el azt, ami ma van, hogy minek köszönhető. Valójában ez a három generáció egymást követve rendre több generáción keresztül az, ami egy települést közösséggé tesz, és nem csak az infrastruktúrája, amit megépül, hanem maga a lelkülete, a szellemisége, és az, hogy jó egy településen élni, vagy egész egyszerűen rossz. A világhálón sok éve kering egy történet, miszerint egy idősebb férj rendre minden nap bemegy az öregek otthonába, és a feleségének ételt visz. És megkérdik tőle, hogy miért van itt a felesége. És mondja a bácsi, hogy a felesége az Alzheimeres, és ezért van öregek otthonába. És kérdik tőle, és tessék mondani, önt megismeri? Ugye nem, sajnos évekkel ezelőtt óta, már 5 éve senkit nem ismer meg. És mondják, hogy és ön mégis hozza neki az ételt, pedig önt nem ismeri meg. És azt feleli a bácsi, én nem azért hozom neki az ételt, mert ő nem tudja, hogy én ki vagyok, hanem azért, mert én tudom, hogy ő kicsoda. Hát talán ez lenne nagyon-nagyon fontos, hogy mindnyájan tudjuk, hogy akik mellettünk vannak, azok kicsodák, de ugyanakkor tudjuk azt is, hogy mi kicsodák vagyunk, és kinek tartozunk elismeréssel, számadással, talán egy meleg készfogással, egy jó szóval. Yeah.
A Tücsökraj népi zenekar műsorát követően a történelmi egyházak képviselői szólaltak fel. Gijén Katalin Mária református lelkipásztor a vidámságról, mint orvosságról beszélt. Küllő Tibor plébános Ferenc pápa üzenetét tolmácsolta a szépkorúaknak. Kiváltságos helyzetben van az a nyugdíjas korú ember, aki nem egy marék gyógyszerrel kezdi a reggelét. Ritka az, aki nem kényszerül arra, hogy már reggel kitegye maga elé a sok színes pirulát, és azzal szabályozza az egészségét, a vérnyomását, a cukor szintjét, és én most még egy pirulát hoztam. A Szentírásban van egy olyan íge, a Példabeszédek könyve 17. részében, ami a egyik legjobb orvosságot írja elő nekünk. Így szól, nem csak az idősebbeknek, hanem a fiatalabbaknak is. A vidám szív a legjobb orvosság. És aztán hozzáteszi, hogy a bánatos lélek pedig a csontokat is kiszárítja. A vidám szív a legjobb orvosság. Azt hiszem, hogy bár nem beszéltünk össze, de nagyon örventem annak a szép versnek, amivel kezdődött ez a mai alkalom, és azt hiszem, tényleg hiszem, hogy a Szentlélek munkája az, hogy összehangolódnak a gondolatok, és ezzel az igével kapcsolatosan az első dolog, amit el szeretnék mondani, az az, hogy itt a vidámságról van szó, de nem arról a vidámságról, ami elmúlik, ami tart egy estét, vagy úgy időnként fellángol, ami egy-egy jó poén után kacagásra indítja az embert, hanem itt a Szentírásnak a szóhasználatában a vidámság az igazából boldogságot jelent. Azt a boldog állapotot, ami azt az embert jellemzi, aki biztonságban tudja az életét. Aki minden körülmények között és a körülmények ellenére is tudja azt, hogy jó kezekben van. Még akkor is, hogyha fáj, akkor is, hogyha esetleg kellemetlen, vagy akkor is, hogyha elgurul a pirulája. A Szentírásból két dologgal szeretném ezt a boldog állapotot, ezt a derűs létmódot illusztrálni. Az egyik az a hegyi beszéd boldog mondásai, ami minden keresztény ember előtt ismerős szöveg. Az az íge rész, amiben Jézus Krisztus azt mondja, illetve boldognak nevezi a lelki szegényeket, a sírókat, az éhezőket és a szomjúhozókat. Olyan embereket nevez boldognak, akiknek valamiben hiányuk van, akiknek nem tökéletesek a körülményei. És ez egy óriási, egy reform gondolat volt már akkor is, és most is az, mert mi azt gondoljuk, hogy az a boldog, akinek mindene megvan. Nemrég hallottam, hogy egy amerikai kutatás, ilyen felmérés, körülbelül 70 évig tartó, az egyik leghosszabb olyan felmérés, ami az embereket és az embereknek a viszonyulását az élethez vizsgálta, az bizonyította be, hogy az ember boldogsága az nem az anyagiaktól, nem a sikerektől függ, még csak nem is a társadalmi pozíciójától, hanem azok az igazán boldog emberek a 70 éves kutatás eredménye alapján, akiknek jók a kapcsolatai, akiknek gazdag kapcsolatai vannak, és ezért is jó, hogy van egy ilyen alkalom ebben az évben, amikor ápolni lehet ilyen nagy közösségben is a kapcsolatokat. És Jézus Krisztus a boldog mondásokban pontosan erről beszél, hogy az a boldog ember, aki rászorul a másikra, az a boldog ember, akinek szüksége van a társára, a barátjára, a házastársára, a szomszédjára, az osztálytársára, a volt osztálytársára, akinek szüksége van emberekre maga körül. A másik bibliai rész, amivel illusztrálni szeretném ezt a vidám szívet, ami ilyen jó orvosság, az egy karácsonyi történet, illetve a karácsonyi történetnek a folytatásában van, a Lukács evangéliumában van leírva, egy idős embert ábrázol ez az íge rész, egy olyan öreg embert, aki már készül arra, hogy az Isten országába költözzön,
A kezében egy kisbaba van, a megszületett megváltó, és a Szentírás leírása szerint érdemes megnézni a Lukács evangélium a második részében, majd otthon, holnap reggel, mert ma este még sok dolguk van. Az áll, vagy hogyha elolvassa az ember ezt az ígét, akkor egy olyan kép jelenik meg előtte, amiben egy idős, egy nagyon idős, a jelenlévőknél sokkal idősebb ember boldogan néz az égre, boldogan néz a földre, az őt körülvevő világra, és a boldogságának az alapja az, hogy a kezében tartja a megváltót. Hogy felismerte azt, hogy az életében jelen van az, aki a legnagyobb biztonságot adhatja. A vidám szív a legjobb orvosság. És vidám szívünk akkor van, hogyha felismerjük, hogy rászorulunk egymásra. És ha felismerjük azt, hogy rászorulunk a mi teremtő és megtartó atyánkra. Könnyű dolgom van, mert Szent Atyánk Ferenc pápa, hát ő se fiatal, de azért a lelkében fiatalosan gondolkozik, már harmadik alkalommal küldött üzenetet az idősek világnapjára, és az idén, 2023-ban összekapcsolta ezt a gondolatmenetet az ifjúsági találkozóval, ami Lisszabonban volt megtartva. Ebben, hát nem fogom felolvasni, csupán egy néhány gondolatot ragadtam ki belőle. Tulajdonképpen az idős pápa a fiatalok és az idősek kapcsolatát úgy jellemzi szentírási alappal, mint amikor a fiatal lány, Mária, elment idős rokonához, Erzsébethez, és együtt tudtak örvendeni. Örvendeni Isten akarata elfogadásának, megvalósulásának és az ebben való boldogságnak. Az idősek és fiatalok képe ebben a szentírási párhuzamban a Szent Atya nagyon szépen kijelölte, megmutatja, hogy a fiatal, hát Mária ő nem volt idős, akkor időben egy fiatal lány, egy fiatal anya, és az idős rokon, mert hát Keresztelő János idős korában, szüleinek idős korában jött a Jóistentől, és megmutatta, hogy tud a két generáció együtt élni, együtt gondolkozni, együtt örvendezni, és Isten akaratával közreműködni. A Szent Atya üzenetének főbb gondolatai: irgalma nemzedékről nemzedékre megmarad, olvassuk a Lukács evangéliumában, hát ez a nemzedékről nemzedékre, ez a mi nemzedékünk, az előttünk és az utánunk jövő nemzedék összessége. Ez a nagyszülők és idősek harmadik világnapjának témája, amely egy áldott találkozáshoz vezet vissza bennünket, a fiatal Máriának és idős rokonának Erzsébetnek a találkozásához. A Szentlélek, aki már leszállt Máriára, arra indítja őt, hogy a magasztalja magnifikáttal válaszoljon, amely azt hirdeti, hogy az Úr irgalma nemzedékről nemzedékre megmarad. A Szentlélek megáll és kísér minden gyümölcsöző találkozást a nemzedékek között, nagyszülők és unokák, fiatalok és idősek között. Mert a Jóisten azt kívánja, amint Mária tette Erzsébettel, hogy a fiatalok felvidámítsák az idősek szívét, és bölcsességet merítsenek tapasztalataikból. Mindenek előtt azonban azt kívánja az Úr, hogy ne hagyják magukra az időseket, ne űzzék őket az élet perifériájára, ahogyan az ma sajnos túl gyakran megesik. Mária mondja Magnifikátban, amikor újjong Istenben, aki új és meglepő csodákat művel, Ábrahámnak tett ígéretéhez, hogy jobban tudjuk átvenni Isten cselekvésének stílusát, és emlékezzünk arra, hogy az időt a maga teljességében kell megélni, mert a legnagyobb dolog, a legszebb álmok nem egy pillanat alatt valósulnak meg, hanem növekedésen és érésen keresztül, egy úton, párbeszéden, kapcsolatban. Ezért azok, akik csak az azonnal elérhetőre, a gyorsan és mohón megszerezhető saját előnyeikre, a mindent és most logikájára összpontosítanak, szem elől tévesztik Isten cselekvéseit. Ezzel szemben a Jóisten szeretett projektje átfogja a múltat, a jelent és a jövőt, átöleli és összeköti a nemzedékeket. Ez az összekötöttség adja meg az értékét mindennek. Mert olyan terv, amely túlmutat rajtunk, de amelyben mindnyájan fontosak vagyunk, és mindenek előtt arra kaptunk meghívást, hogy tovább lépjünk. Nem szabad megállni a jelen pillanatnál, távlatilag kell szemlélni a dolgokat, és ebben érezhetjük értékesnek magunkat.
Ezt követően a szovátai muzsikus lelkek néven működő formáció szórakoztatta a szépkorúakat. Kis kenden, nagy kenden, megérett a szőlőm, nemek arra a csárdás kis angyalom, megfog a kerül. A babám szerelmétől. Zsuzsika, szép kislány, felmászott a fára, belement az akácka törése a lába szárában. Piszkál ki belőle, de nem piszkálom, egye meg a fene, én tettem bele. Piszkált ki belőle, de nem piszkálom, megye meg a fene, hadd maradjon bennem. Csak az esik nékem keservesen, olyan büszkén sétál a kedvem, olyan büszkén, mintha sose látott volna, mintha szeretője sosem lettem volna. Csak az esik nékem keservesen, olyan büszkén sétál a kedvesen, olyan sose látott volna, mintha szeretője sosem lettem volna. Csak azért is járom az utcáját, nem kerülöm el a házatáját. Hadd pletykáljon minden vénasszony felőle, csak is én leszek az igaz szeretője. Hadd pletykáljon minden vénasszony felőlem, csak is én leszek az igaz szeretője. Megkötöm lovamat szomorú főcfához, lehajtom fejem a gyönge violámhoz, lovamat eloldom, mikor a nap felkel. De tőled, violám, csak a halál volt el. De mer a nézését, meg a járása, meg a csípőjének a ringását, 100 aranyért sem adnám, 100 aranyért sem adnám. De mer a nézését, meg a járását, meg a csípőjének a ringását, 100 aranyért sem adnám, 100 aranyért sem adnám. Alacsony a cipőm sarka, de jó járás esik rajta, áj, dalalaj, daj, dalaj, daj, daj. Annyit adok én magára, mint a cipőm kacatjára, áj, dalalaj, daj, dalaj, daj, daj. Annyit adok én magára, mint a cipő kacatjára, áj, dalalaj, dalaj, daj, 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 daj. Ezt a kicsit neked járom, magamat neked ajánlom, daj, 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 daj. Inkább legyek csajró szegény, csak lopottam, legyen, legyen, legyen.
hagyul a szállásba, ennyi adok én magára. Táj-láj-táj-táj-táj-táj-táj-táj. Hogyha egyszer megvadulok, urom, itt szekér számra hoztok. Táj-t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 áj
Mindenféle korosztályt fontos megtisztelni, és fontos, hogy megünnepeljük. Valójában azt, hogy ami a legfontosabb, ha lehet mondani, a Földön az emberi élet. Ez korosztálytól függetlenül mindenkinek nagyon fontos, és a családtagjaink élete is nagyon-nagyon fontos. Ilyenkor egy pillanatra talán elismerésre tudunk adózni a szépkorúak előtt, akik ugye az életük nagy részét már leélték, ledolgozták, és azáltal, hogy megérték ezt a kort, példát tudnak mutatni a következő generációnak, és nem csak azáltal, hogy megérték, hanem az életvitelükkel, a mindennapjaikkal, és ebből erőt tudunk meríteni mi fiatalabbak, akár a gyerekek is, hogy hogy is kellene ezt az életet leélni, mert ahogy szoktam mondani, az élet az nem 50 méter sprint, hanem maratonfutás. Ugye rendhagyó módon a településünkön egy, legnagyobb szerénységgel mondhatom, egy elég színvonalas rendezvény van minden évben. A helyszín az már nagyon régen itt a Brodett Hotel Margareta terme. Itt köszönetet szeretnék mondani a fürdővállalatnak is, aki minden évben lehetőséget biztosít, hogy itt szervezzük meg. Egy emeltebb nívójú, egy emeltebb komfortérzettel, és az idén is ugyanaz a helyszín, ugyanazok a programok, mint minden évben. Azért valljuk be őszintén, ha még a fiatalság úgymond nyitott a változásra, a szépkorúak életében a változás, főként, hogyha a jón változtatunk, az egy elég nehéz, esetleg a jót jobbá tenni, de azért nagyon-nagyon nagy házárdírozásban nem érdemes fogni, és az, hogy ők megérték ezt a kort, és minden évben itt vannak, ez talán egy elismerés is afelől, hogy ezt így kell csinálni. Az ünnep egyik legszebb pillanata az volt, amikor egyenként szólították és kihívták az 50., 55., illetve 60. házassági évfordulót ünneplő párokat, ahol átnyújtottak nekik egy oklevelet, illetve egy kis meglepetésben is részesültek. Végül a szépkorúak azon kívánsága is teljesült, hogy lehetett táncolni, volt élő zene, bárki felállhatott, aki akart.